Debrecen Egyetem Bölcsészettudományi Kar Művészeti Központja 2022. áprilisában azzal a céllal jött létre, hogy lehetőséget biztosítson az érdeklődő hallgatóknak a különböző művészeti területeken való elmélyedésre, és hogy kitágítsák a horizontjukat a különböző kulturális, illetve művészeti programok és tevékenységek iránt. Nagyon fontosnak tartjuk a Művészeti Központban, hogy a Debrecen Egyetem oktatóin kívül a debreceni kulturális és művészeti élet legkiválóbb intézményeinek legkiválóbb kollégáitól tanuljanak a hallgatóink. Ezért több szerződést is kötöttünk a elmúlt pár hónapban, többek között a Debreceni Csokonai Színházzal, a Modern Kortárs és Modern Művészeti Galériával, a Nemzeti Filmintézettel és az Apollo mozival is rendszeresen vannak közös programjaink. Ezek közül az első, amit beszeretnénk mutatni, az a Modern Galéria és az itt folyó munka. Azt gondolom, hogy a Debrecen Egyetem Művészeti Központjával történő együttműködés számunkra rendkívül fontos. A Debrecen Egyetem egyébként képzőművészeti képzés nincs. Én azt gondolom, hogy egy ilyen regionális szintű vizuális intézménynek, mint amit, ahova mi szeretnénk pozícionálni magunkat, rendkívül fontos, hogy ezt a vizuális kultúrát, a vizuális kultúrával való foglalkozást valamilyen módon át tudjuk adni a hallgatóknak, illetve a fiataloknak. A MUNEM életében az oktatás igazából a mi hosszú távú jövőnket jelenti. Tehát, hogy a hallgatók, akiket hétről hétre képzünk, illetve egy kurzust hirdetünk meg a Debrecen Egyetem Művészeti Központjával közösen. Nekünk, a MODEM-nek többféle együttműködésünk volt korábban a Debrecen Egyetemmel. Többek között az IPTIS hallgatókkal különféle workshopokon vettünk részt. Mégis rendkívül örültünk annak a megkeresésnek, amit a Debreceni Egyetem Művészeti Központja fogalmazott meg irányunkban. Örömmel dolgoztunk ki egy olyan kurzust, ami egy fél éven keresztül kreditért vonja be a hallgatókat az oktatásban. Kvázi ezáltal megteremtve egy olyan vizuális kultúráról szóló programsorozatot, egy fél évet, egy szemesztert, ahol a művészeti alapokat és izgalmas kurátori kérdéseket vitatunk. Ezáltal közelebb hozva számukra a vizuális kultúrát, a kortárs művészetet. Én azt gondolom, hogy azok a hallgatók, akik ezekre az óránkra járnak, illetve bízom benne, hogy akik ezekre az órákra járnak, sokkal közelebb érzik majd magukat a kortárs művészetekhez. Rá döbbennek arra, hogy ez egy rendkívül virulens, izgalmas és fiatalos szemléletet is magában hordozó terület. Az intézményünknek az egyik kiemelt célja az, hogy közelebb hozza a kortárs képzőművészetet és ezáltal a kortárs kultúrát a debreceni fiatalsághoz, és ezért erre egy remek alkalom az a kurzus, amit a kollégáimmal közösen tartunk ebben a fél évben. Az én óráimon a Mélyi József, Szabics Ágnes és általam közösen létrehozott 30 plusz című oktatási projektet lezáró kiállításban barangolunk a hallgatókkal, és minden órán egy műről gondolkodunk és beszélgetünk. Marton Sándor Ádám vagyok, és a Debreceni Egyetemen végeztem angol tanári szakon. A Debreceni Egyetemi Bölcsészettudományi Kar Művészeti Központjának a keretében megtartott drámapedagógia órát vezetem az egyetem alapsorában, és ez az óra arra jó, hogy a művészetek iránt érdeklődő diákok számára a kommunikációs és az önismereti képességeiket egy kicsit felturbózva felkészítjük őket a hétköznapi életre és azokra a kihívásokra, amelyek esetleg a művészeti élet terén várják őket, főleg a színházzal kapcsolatban, de szótejtén képzőművészetről és természetesen az emberek közti empátia fontosságáról is.